Nyolcadik alkalommal rendezték meg Hévízen a Márton Napi Családi Fesztivált a hétvégén. A Tavi Rózsa utcában már kora délután kisebb tömeg gyűlt össze, ahol válogathattak a színes édesség és méz kínálatból, illetve a bátrabbak a népi játszótér libás játékait is kipróbálhatták. A kétnapos ünnepségre rengetegen látogattak ki ebben az évben is. Bár Márton napját november 11-én ünnepeljük, a hévízi rendezvényt tudatosan szervezték egy héttel korábban. Egy családi rendezvényt szeretnénk ezen a hétvégén rendezni minden alkalommal, és úgy tűnik, hogy ez egyre sikeresebb, különösen azóta, amióta egy héttel korábban tartjuk, mint amikor az ideje volna, hiszen szomorkodva álltunk mindig itt az esőben, a szépen megszervezett rendezvényünk elő nem voltak érdeklődők, úgyhogy így viszont szemmel látható, hogy ez egy indokolható döntés volt, hiszen rengetegen vannak az idén is ezen a rendezvényen, és sok kis gyerek és család jön ki. Mi a célja magának a rendezvénynek? Hát, hogy egy kicsit a családok jól érezzék magukat, fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy végülis ez egy katolikus ünnep. Ez szerintem egy szép hagyományőrző rendezvény. Hagyományosan a rendezvény első napján tartják a libafuttatást, ami minden évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ebben az esztendőben a megmérettetésre 43 fiatal regisztráltatta magát, akik alig várták, hogy kezdődjön a verseny. Petikém, elkészülni, vigyázz, rajt! Bár az állatok az elején megpróbáltak ellenállni, többen visszafordultak vagy kirepültek, végül mindannyian végig futottak a számukra kialakított pályán. A terelés egyszerűnek tűnhet, mégis elengedhetetlen hozzá egy kis stratégia. A versenyzők kérésünkre elmondták, hogy szerintük hogyan is kellett ezeket a madarakat noszogatni. Vinni kellett a csegge mellett a serfűt, és úgy kellett vinni, és úgy be kellett terelni egy ilyen kis részbe, vagy kerítéshez. Így megfogod, csak így kell gyerseszni. Először hajtottál libát? Nem. Már voltunk többször is. Hát nem kellett túl gyorsan, mert gyorsabban szaladott, mint én. És hozzá kellett érinteni a seprőt? Egy icipicit a kanyarba. Nagyon kellett hajtani, de igazából szerintem jó. Nagyon jól érztem magam, az volt a legjobb, hogy egy gyors libát kaptam, azért sikerült 8 másodperc alatt bejönnem. Az igen, fontos ezek szerint, hogy gyors legyen a liba? Igen, fontos. A liba futtatáson idén már egészen fiatal versenyzők is részt vettek. Nilácska nagyon szeretett volna libát hajtani, igaz? Szereti az állatokat és minden vágya. Az volt, hogy itt a Márton napon egyet futtasson. Igaz, Cica? Sikerült, igaz? Jól van, egyet futtál. Milyen lett az eredménye? Majdnem a legjobb. 16 másodperc. Az elsőhöz képest nagyon jó. Hány éves ők? 4 éves, igen. Akkor először jöttetek libát hajtani? Először igen. Tavaly már kint volt, de akkor még nem indult. Úgyhogy az idén azt mondta, megpróbálja. Úgyhogy meg is próbálta, sikeresen. Úgy futott a liba, hogy nem tudtam hajtani, és magától futott, megijedt tőle, és magától futott. Az igen. És mennyi idő alatt sikerült célba érnie? 7,7. Hát az nagyon szép eredmény, és te hány éves vagy? 5. 4. 4. És te most nagyon boldog vagy, ahogy látom. Igaz? Igen. Jó volt, igaz? Igen, jó volt. Először hajtottál? Igen. Mint megtudtuk, a szervezők számítottak arra, hogy idén nagyobb lesz az érdeklődés a jó hangulatú terelésre, így több libával érkeztek az állatsimogatóból is. A ludak tenyésztője elmondta, a futamok nem viselték meg az állatokat, mindegyiknek 3 kört kellett mennie. Eléggé fit volt, mert az utolsó liba volt a leggyorsabb, ő volt 7 másodperccel a leggyorsabb, tehát otthon is szaladgálnak a libák, kint a legelőn egymással is kergetőznek. 30 méter nem feladat egy libának, meg tudja csinálni. És pontosan úgy csináltuk, hogy pihenhessen egy futam között legyen neki ideje, de meg tudják csinálni a libuskák. Mennyi idősek ezek az állatok? Hát ezek éves libák, éves, két évesek. Elég sokáig él a liba, 6-8 évig lehet tenyésztésbe tartani,
de fiatal libákkal jöttünk. Máshol is szoktak esetleg ilyen rendezvényen részt venni, vagy az inkább ilyen hévízi kuriózum? 8. éve működik már Hévízen ez a Mártonnapi Liba Fesztivál, liba futtatás. Én 3. éve vagyok Hévízen, de Zalakarosba is megrendezik. Nagyon népszerű manapság a gyerekek körében, mert ilyen élményt gyakorlatilag a gyerekkorában élhetett át mindenki, aki a legelőre terelgette a libát. Most már nincs lehetőség, és azért ilyen városnapokon rendezünk ilyen dolgokat, hogy felidézhessük a régi hagyományokat. A liba futtatás végén a gyerekek simogatással köszönhették meg az állatoknak a részvételt, majd a dobogósok számára kiosztották az emléklapokat és az ajándékokat. A következő program a Szentlélek templomban folytatódott, ahol a Szent Mise is Mártonhoz kötődött. Szalontai István káplán prédikációjában kiemelte, fontos, hogy az emberek önzetlenül segítsenek másokon és felelősséget vállaljanak a tetteikért. Ebben tud segíteni bennünket az Úr, ha megengedjük, hogy belépjen az életünkbe, mely által egy olyan csoda történhet, amit nem tudunk megmagyarázni. Erre tanít meg minket Szent Márton története is, melyet egy misztériumjáték keretében ismerhettek meg a hívek. A legenda szerint Márton a 4. században született az akkori Szavária környékén. Először a római császár katonájaként szolgált. Egyik küldetése során egy különösen hideg téli estén megszólította őt és seregét egy koldus, akivel élelem hiány köpenyét osztotta meg, hogy ne fázzon. Aznap éjszaka Márton álmában Jézus jelent meg a koldus alakjában, melyet egy csodás jelnek vélt. Onnantól kezdve nem a hadsereget, hanem Isten szolgálta. A monda szerint jósága miatt őt szerette volna a nép püspöknek, azonban Márton szerénysége miatt méltatlannak tartotta magát erre a címre, így elbújt egy közeli libaólban. Az emberek egész nap kutatták, végül az állatok hangos gágogásának köszönhetően megtalálták őt, végül elfogadta a felkérést és püspökké szentelték. A hévízi gyerekeket hitoktatójuk készítette fel a misztérium játékra, melyben a templom kórusa is besegített. Mint a felkészítő elmondta, a 11 gyermek szívesen vállalkozott a feladatra. A gyerekeket azért nem kellett rávenni, mert ez már egy 6 éves hagyomány, tulajdonképpen 6 éve eljátszuk, és nagyjából azok a gyerekek rögtön bevállalják, bár most egy kicsit korábbra esett ez az ünnep, vagy a város részéről, és az őszi szünetbe esett bele, és hát végig próbáltuk az őszi szünetet. De nagy szeretettel és örömmel vesznek részt a gyerekek benne. Kiskorom óta szerepeltem benne, és azóta szerettem volna Márton lenni, de most rajtam volt a sor. Miért jó ebben játszani? Mert többiekkel lehetek együtt. A Szentmisét követően lámpás felvonuláson vehettek részt az érdeklődők. Az iskola épülete előtti gyülekezőn sorra gyúltak fel a szebbnél szebb alkotások, majd a hévízi tiszta forrás dalkör vezényletével énekszóval vonultak végig a résztvevők a Tavi Rózsa utcához. Az érkezést követően kihirdették a színpadon a lámpás készítő verseny nyerteseit, akik ajándékban részesültek. A Márton napi rendezvényhez a környéken található éttermek is csatlakoztak. Kínálatukban mindkét nap libás különlegességeket is fellelhettek a vendégek, melyek közül az egyik legnépszerűbb a liba zsíros kenyér volt. Az esti órákban sem kellett keresgetni a programokat, a szervezők operett műsorra várták a jelenlévőket. Buch Tibor, Horváth Elemér és Horváth Péter a koncertet megelőzően elmondták, különleges válogatással készültek a hévízi közönségnek. Az az igazság, hogy direkt mára megtanultunk egy orosz népdalt, Peti és Emi, ők már játszották ezt már régebb óta, az a címe, hogy Moszkvai éjszakák? Így van, így van. Padmaskovnye vecsera, ez a... Pardon. Szóval, hogy készültünk, igen, kimondottan a hévízi közönségnek, hoztuk a saját műsorunkat is, ami nagyon-nagyon változatos, nagyon sokféle, játszunk magyar nótát, játszunk rockzenét, játszunk popzenét, mert hogy az ismerős arcokat is játszunk, az mondjuk az egy rockzenekar. Játszunk operettet, játszunk csárdásokat, tehát hogy nagyon sokfélét, olyan zenéket, amiket mi szeretünk. És most már egy orosz népdalt is. Mióta zenéltek együtt? Már több éve zenélünk együtt, több mint 10 éve zenélünk együtt. Székesfehérváron ismerkedtünk meg a Vörösmarty Színházba, és ott egy nagyon jó barátságra tettünk szert.
Hát... Azt hiszem. Igen, és tehát így jött ez az egész formáció, hogy hárman akkor így játszunk élőbe, és persze a Hévíz a közönségnek megmutatjuk, hogy mit hoztunk. Milyen általában a fogadtatás a közönség által? Nagyon szerettünk ide Hévízre jönni mindig egyébként. Hát most már lassan már 8-10 éve kezdtünk. Amikor legelőször idejöttünk, akkor mondja 8 évvel ezelőtt, de nagyon-nagyon nagy fogadtatásban volt itt részünk, nagyon barátságosak az emberek, úgyhogy, és szeretik a zenéket, tehát a nagyon jó zenéket, úgyhogy nagyon szerettünk mindig ide jönni. Ez egy ilyen kedvenc helyünk egyébként. Mindig, amikor Hévízről kapjuk a felkérést, akkor nagyon örülünk a tesómmal, úgyhogy most is reméljük, hogy nagyon jó lesz a hangulat. Mi az, amit a legjobban szerettek zenélni, ha egyáltalán van ilyen? Tulajdonképpen nem tudunk ebben műfaji meghatározásban igazából belemenni. Egyetlen egy lényeg, hogy együtt játszunk, együtt muzsikáljunk. Valahogy mi így összeragadtunk, mint a sündisznó meg a sárkefe. Tehát, hogy nem tudok ebben neked nagyon jól megfelelni. Minden zenét szeretünk, az a lényeg, hogy együtt muzsikálhassunk. Szerinted mennyire népszerű az operett manapság? Úgy érzem, hogy Magyarországon nagyon ki vannak éhezve az operettre, illetve a tehát nagyon tehát könnyed dalokra, illetve tehát a magyar nótákra, illetve a csárdásokra. Úgyhogy igazából mindig, ha eljátszunk egy örökzöldet, tehát például egy fellépésünkön, mindenki tudja a szövegét. Tehát ez a legjobb, amikor együtt játszunk a közösséggel, és együtt énekelünk együtt Tibivel, és mi is énekelünk hozzá, és igazából ez a legfontosabb, hogy a közönséggel énekeljünk együtt. És mennyit próbáltok egyébként? Hogy próbálunk? Fú, hát... Nem az volt a kérdés, igen, hogy hanem, hogy mennyit? Nagyon sokat. Igen, nagyon sokat, igen, igen. Egyébként nagyon gördülékenyen mennek a próbák, tehát ugye az ismerkedésünk elején egyébként az úgy kezdődött, hogy egy színdarabban voltunk, és játszottunk a tesómmal egy magyar nótát, és a Tibi csatlakozott, és akkor innen kezdődött ez az egész közös... Már fenn az égen! Így van. És innen kezdődött ez a nagyon könnyen mennek a próbák, mert mindegyünk belerak a maga ötletét így belerak, és ezt így összegyúrjuk, és mindig egy ilyen, nem a megszokott, hanem mindig egy ilyen új valamit kitalálunk. Majd most ezen az estén is majd meg lehet hallgatni, hogy tényleg olyan dalok is felcsendülnek, és teljesen más változatban, nem úgy mind az eredet, hanem egy kicsit másképp.
mint a villám tétem magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az adébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldok lóvirág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint borba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. Nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből halók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. És ezt ne felejtsük el.